drasztikusnak mondható 900 alkatrészét érintő változáson mentett a Toyota kis autója. A Toyota Yaris továbbra is a harmadik generációját tapossa, ez nem egy új generáció, ez egy második facelift. Ez már az új 1,5 literes Mild Atkinson ciklusú motorral szerelt, ez váltja az 1,33 literes szívó négyhengeres motort, hoztunk is egyet, hogy összevessük őket. Azért fel fogjuk ismerni a második faceliftet is, megmaradt az X-motívum az orrban, azonban teljesen újak a nappali menetfények, amik egy chrome csíkban folytatódnak, csak úgy, mint az elődnél. Ezek a régi, már megszokott Yaris lámpák, ezek pedig az újak, amiket már az Avensis inspirált. Itt még jobb oldalon volt a Yaris logó, itt már bal oldalon van. A Toyota továbbra is idegen hagyja a downsizing és a turbós világ is, ugyanúgy, mint az elődje, az új motor is négyhengeres és szívó maradt. 12 lóerővel erősebb, és a Toyota szerint 12%-kal gazdaságosabb is az új 1,5 literes motor. Az utastéranyagai továbbra is nagyszerűek, már-már kategória idegenek, újak az infotainment gombjai, és már propellert mintáznak a légbeömlők. Egymás után próbálva a régi és az új motort egyértelműen elmondható, hogy az új valóban erősebb lett, ráadásul egy nagyszerű hadsebességes kéziváltót párosítottat nekünk hozzá, ami továbbra is precízen kapcsolható. Nagyon fontos, hogy mostantól a Yaris is alapként kapja a Toyota biztonsági rendszerét, ilyen a ráfutás segéd, a sáv elhagyásra figyelmeztető, valamint a távolsági fényszóró automata kapcsolása is. Meglepően magasan ülünk, ezáltal nagyon jól vezethető, becsülendő erénye, hogy még hagyományos kézifék van benne, ami viszont teljességgel érthetetlen, hogy marad ki a fejlesztési folyamatból a Comfort Index. Ami még elmondható, hogy az elődje sokkal nyugodtabb karakter volt, az új motor már apró gázpecintésre is nagyot ugrik, egyébként alacsony fordulaton a legaktívabb. Méreteiből adódóan egyértelműen városi autó, pedig csomagterével sincs elveszve a szegmensbe, 280 liter feletti. Fogyasztása a minimális városi forgalomban és városon kívül is 5 liter alatt tartható, így sűrű belvárosi forgalomban valamiért mindig felcsúszunk a 6 liter fölé. Áraival sem szálltak el nagyon, 2,9 milliótól hazahozható az új Yaris. Ez már a sztály felszereltség, a csúcs felszereltség, ez már az 5 milliót kergeti.